egy 37 lábas egykerekű versenyben jó. Azt mondtam, hogy ő tervezte, azt nem mondtam. Attila tervezte. Én sem terveztem. A Szekeres László az építője. Igazából egy olyan hajó szeretett volna megrendelő, amelyik az egytesti hajó között elveszi. Az egytesti hajó között a nem is az abszolút egytesti győzelemre, de az egytesti hajó között előtorlázni. De nem egy agyonbonyított hajó, tehát ez nem egy rendelő tőkesúlyos, hanem egy egyszerű felvezető tőkesúlyos hajó, ami egy nagyon-nagyon könnyű építésű konstrukció. Most lesz igazából a főpróbája talán a jövő héten, és a két szalagon is indulni fog. Ugye mióta a katamaránok megjelentek a szalagon, azóta a több testvérek tekinthetők igazán esélyesnek. Ez a hajó igazán elő szerepelni, úgy gondolom, hogy nagyon erős szélben tudna. Meglátjuk. Akkor...